Az a nyár, Isten. Ősszel kell metszeni a diófát, azt mondják. Na. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán! 2024. november 10-e van. A saját házam körül van egy kis javítás, ilyen állagmegóvás érdekében. És ezt a problémát már nagyon régóta figyelgetem itt a tetőn, hogy valami állat beköltözött. Várom, míg elmegy az autó. Valami állat, mókus vagy macska valami ide bemászkál, és szana szétlögdöste a cserepeket. És ugye ez a régi tető, ez majd lebontásra kerül, saját házamnál vagyunk. És azért, hogy legyen egy ilyen állagmegóvás, azért gondoltam, hogy itt egy kicsit rendbe rakom a cserepeket. De már régóta fejemben van egy olyan dolog, hogy LPS ragasztót keverjek össze faforgáccsal. Régebben létezett ilyen cementkötésű lap, ez a CKM lap, vagy minek mondták, és ennek érdekében kezdtem el gondolkozni, hogy a habarcsavításhoz is lehet, hogy jó lenne ilyen anyag, ami erősíti egy kicsit a habarcsot, mert ez mindig egy visszatérő probléma, LPS ragasztó és faforgács segítségével. Majd kicsit a helyére rendezem a cserepeket, és akkor utána megyünk az anyagot bekeverni. Kell csinálnom, mert jön a tél, és akkor be fog ázni, ha nem foglalkozok vele. Ráadásul ugye régebben úgy volt, hogy csak befaragták a cserepet, azért mondták cserépfaragásnak a régi szakik, mert akkor még nem volt gyémánt korong, amiben vágják a cserepeket, és kalapáccsal, szekercével faragták nagyjából a gród vonalához cserepeket, és akkor ezért használtak habarcsozást, mert sok helyen nem úgy sikerült. Nem volt meg az száraz technológia a kúpozáshoz, és ma már ugye nem elterjedt ez a habarcsolás, viszont nagyon sok helyen az országban még ez a probléma fönnáll. Egy-két alkalommal nekem is volt szerencsém hozzá, hogy ilyen habarcsolítást készítettem valakinek korábban, de most már azért nem jellemző ez egyáltalán, és nem is nagyon vállalnak ilyen munkát, de azért lehet látni, hogy a habarcs teljesen kipotyogott a kúpok alól, úgyhogy ebben valamit kezdeni kell. És ez sokszor van ilyen, hogy valami állag megóvás miatt ezt foglalkozni kell a dologgal. Olyan is van, hogy jön a bádugos, megcsinálja a csatornát, kivesz alul négy kúpot vagy hármat, hogy hozzáférjen a sarokhoz, és utána pedig vissza kell javítani a kúpokat. Na, ezért gondoltam ezt a videót, hogy csinálom nektek, hogy hát ha segítséget tudok nyújtani nektek ebbe az a dologba, hát ha lesz egy klassz új anyag a habarcsozáshoz, amit ma még nem használnak az építőiparban, de egyébként meg lehet, hogy van megoldás. Volt régebben is megoldás, meg kevertek maltert, csak abban az volt a baj, hogy az a malter, amit kevertek, ilyen mész vagy cement habarcs, több volt benne a mész, mint a cement, régebben több meszet használtak, mint cementet. Az a baj, hogy mentél, odaültél, megmozdult, és már is abban a szent pillanatban elrepett az új habarcsozás, és sokszor már nem tudtak visszanyúlni se. Meg nézte, szépen lefestették a vonalát, hogy hogy megy a habarcsozás, de ma már nem jellemző egyáltalán, hogy nem lehet ma már ilyen szép habarcsozásokat látni. Lehet, hogy vidéken még van, és menő a dolog, de én azt gondolom, hogy érdemes ezt a videót elkészítenem róla. Egy kis saját ház körüli munka. Ez a tető le lesz bontva, úgyhogy itt egy másik tető lesz, de egy kicsit azért a helyére akarom rakni a dolgokat, mert jön a tél, és nem akarom azt, hogy itt a télen ez itt beázzon. Ez volt régebben, hogy lepakolták a kópokat, és akkor hozzákenték a cserepekhez. Ez volt a lényeg ennek az egésznek, semmi több. Kicsit a helyére rendezem, és akkor ameddig elérem, ott majd hozom ezt az anyagot, amit keverek hozzá, és akkor szépen be lesz töltve a helyére. Nem is akarok nagyon fölmászni, igazság szerint, hanem csak így be
inkább azt akarom, hogy nagyjából a helyén legyenek a cserepek, és akkor lejavítani egy kicsit azt a part. Csatornatakarítási ártan, itt a diófa mellett. Na, akkor menjünk, lekeverjük be az anyagot, és akkor térjünk utána ide-vissza. Na, oké, akkor jöhet az anyagnak a bekeverése. LPS ragasztót, hungarocel ragasztót fogok bekeverni, faforgáccsal. Még soha nem csináltam ilyet, ezt hozzá kell tennem, úgyhogy ez egy kicsit ilyen tesztvideó jellegű is lesz. És akkor megnézzük, hogy milyen lesz ez a keverék, majd vissza fogunk térni egy pár év múlva, vagy pár hónap múlva, vagy ha elmúlt a tél, megnézzük akkor majd, hogy hogy bírta az anyag, de most először is bekeverem, nincsen keverési arány, úgyhogy ezt most fogom úgy nagyjából érzésre kitalálni, nem is akarok belőle túl sokat bekeverni, csak éppen annyit, ami elég lesz ott ahhoz a kis kúpjavításhoz. Öntök egy kis keverővizet, öntök bele egy kis ragasztót. Direkt nem is akarok sokat bekeverni, hogy különböző kanál segítségével át tudjam keverni az egészet. De most leginkább azokra gondolok, akik vidéken élnek esetleg, és ez egy érzékeny terület, hogy a kúpoknál ugye a régi habarcsozás az szét van esve. És akkor ott esetleg, ha egy kis javítás van, hogy tudtok ebből ilyen anyagot keverni. Különböző kanállal fogom átkeverni az anyagot. Azt is lehet, hogyha beleöntitek a ragasztót a vízbe, egy kicsit hagyjátok, hogy ázzon, mert akkor utána sokkal könnyebb lesz elkeverni, ha már magába szívja a vizet, és akkor csomómentes lesz az anyag. Előbb kaptok egy ilyen homogén anyagot. Megpróbálok bele, hogy belelássatok kis a levegőbe, megpróbálom egy kicsit így mutatni. Egy ilyen hígabb anyagot keverek be először az LPS ragasztóból, hungarocel ragasztó. Teljesen független, hogy milyen márka. Márkától függetlenül szerintem mindegyik alkalmas rá. Elég magas a műgyata tartalma. De ugye egy cement kötésű anyagról beszélünk. És ahhoz nagyon sokat hozzáad szerintem az a műgyata, ami benne van ezekben a ragasztókban. És akkor most öntök hozzá egy kis forgácsot. Ez mindenki számára elérhető, nem úgy, mint a hungarocel darálék, de mondjuk most már az is egyre jobban el van terjedve. Szerintem vidéken is faforgács az van. Nagyvárosokban is faforgácsot, kisállatkereskedésekben, hörcsögöknek, nyusziknak, rágcsálók alá lehet venni, ilyen becsomagolt állapotban. Ebben viszonylag nagyon sok van bekeverve, betömörítve, bekeverve. Nagyon sok van benne betömörítve, úgyhogy ebből fogok ki kinyerni egy kis faforgácsot. Nagyjából, hogy tartsak egy ilyen keverési arány, szerintem nyugodtan lehet az, hogy amennyi volt a ragasztó, körülbelül annyi faforgácsot is hozzá lehet rakni. Úgy be van tömörítve, hogy ki se akar jönni a helyéről. Nagyon kíváncsi vagyok én is rá, hogy milyen lesz majd ez a keverék, ha megköt. Egyébként, úgyhogy nem csak a tetőn fogom alkalmazni, hanem ki fogom próbálni ilyen gépészeti hornyoknál is. Itt zajlik egy felújítás, itt a saját házam körül vagyok, és itt is le fogom tesztelni, hogy mit tud ez az anyag, mennyire stabil. Ez a legelső, hogy ilyen anyagot keverek be, úgyhogy még nem tudok róla nagyon mondani semmit, de már régóta a fejembe volt, hogy ezt kipróbáljam. Na, itt van benne a faforgács, az LPS ragasztóba, és akkor jól keverjük össze, hogy vegye fel a ragasztót. Nyilván, hogy fáról beszélünk, biztos, hogy még egy vizet, kis vizet kérni fog, de ha nem, akkor jó lesz a keverék egyből. Az egyszer biztos, hogy szépen magába szedi a forgácsot is, akár a hungarocel darálékot. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez milyen anyag lesz. Ugye régebben is a habarcsokat erősítették. A régi szakítól hallottam, hogy azokat a habarcsokat, amiket kültéren használtak, ilyen kúpok alatt, vagy vidéken azt a szót is használják, hogy kupa, kupacserép,
a kupa cserepek alatt, és akkor ezt a habarcsot erősítették ilyenne, hogy például hajat raktak bele. Ami nagyon érdekes, mert szerintem most a hajnak nem sok felhasználása van az országban, de régebben volt. Megy minden szerintem a kukába. Pedig mennyi hajat levágnak az országban? Na jó, oké. Most nem ez a lényeg. Faforgács az EPS ragasztóba. Hoztam magamnak egy ilyen spaklit, amivel le tudom szedni a kanáról. Még egy kicsit át fogom keverni, csak közben dumáltam. Ugye azt a keveréket már nagyon régóta használom, mikor hungarocell darálék van benne. Már évek óta tesztelem, meg használom. De most nekem ez az érdekes, hogy milyen lesz olyan a faforgáccsal. Nagyon jó ragasztós anyagot kaptunk, hogy én még szeretnék egy kis faforgácsot beletenni. Mert azért a faforgács az csak olcsóbb, mint a ragasztó. És én úgy érzékelem, hogy még bír. Hogy még elbírja. Így még egy kis faforgácsot nyomunk bele. De most ez is olyan dolog, hogy ettől is javul a hőszigetelési vezetője az anyagnak. A hővezetési tényezője bizonyosan javul, de itt inkább arra leszek kíváncsi majd, hogy mennyire lesz időálló kint a tetőn. Elég jó masszív anyagot kaptam, ami tele van ilyen jó kis szálerősítéssel. Most már olyat hallottam, hogy extrém betonba is beletesznek ilyen szálerősítést, hasonló, mint a régiben a haj, csak most már üvegszálból ordják meg, vagy nem tudom miből. Úgyhogy már betont erősítenek ilyen háló szerkezettel, vagy üvegszövet szerkezettel. Hát ez egy jó anyag lesz egyébként szerintem, és ez biztos jó lesz. Az a lényeg, hogy ne legyen nagyon kemény, de a keménységet meg most már vízzel fogom egy picit lágyítani. Az is lényeg, hogy ne csöpögjön. Most körülbelül szerintem ilyen fele-fele arányban van a keverék. Tehát fele hungarocell ragasztó, a másik fele meg faforgács. Na ettől lesz olcsóbb egy anyag. Mikor valami olyan adalékanyagot tudsz használni, most betonnak, vagy mindegy, hogy minek nevezzük habarcsnak, és ebben lehet dúsítani anyagokat, hogyha olyan adalékanyagokat használsz, ami esetleg dúsítja azt az anyagot, ami drágább volt, és egy olcsóbb adalékanyaggal rakod össze. Én szerintem ez is egy nagyon jó ragadós anyag lesz, és biztos vagyok benne, hogy azok a szálak, amik nem lógnak majd ki a habarcsból, azok nem fognak benne tönkre menni, fogják adni a kötést a habarcsnak. Szerintem ez egy jó erős anyag lesz. Majd mindjárt visszük ki a tetőre, és akkor folytatjuk a videót. Még egy kicsit átmozgatom. Milyen régóta a fejembe volt, hogy ezt kipróbáljam, de szerencsére jött az alkalom, hogy kipróbáljam, pedig már egy kicsit hideg van kint. Ilyen kiútéri munkákhoz. Éjszakánként már fagy is. Hát, igazság szerint már vizet nem is akarok hozzáadni. Ugye azért nem fogyogjon, meg ne guruljon a cserepekről. Bedolgozható legyen, ilyen közepesen képlékeny. Nézegetem, az anyag nagyon tetszik egyébként, ahogy kinéz. Próbáljátok, nyugodtan próbáljátok ki otthon ti is, hogyha esetleg van rá egy kis szándékotok, hogy bekeveritek magatoknak, és csináljátok vele egy tesztelést.
De ha nem, akkor majd én tesztelem és visszatérünk majd videóba le. De nekem ez az anyag, ez így most tetszik egyébként. Szépen lassan fog megkötni. Hát most az, hogy éjszaka egy kicsit megcsípi a hideg, az egy dolog. De szerintem jó lesz. Itt kell tudni az LPS hungarocell ragasztóról. Hát leginkább azt, hogy mindenhez hozzátapad. Ami egyszer olyan lesz, arról úgy kell levakarni. Oké. Na, akkor gyerünk fel a tetőre. Megérkeztem a bekevert anyaggal, és akkor nincs más feladatunk hátra, mint egy kicsit ezt a bekevert faforgácsos LPS ragasztót egy kicsit oda dolgozzuk a széleihez. Lehet, hogy nincs is olyan sok anyag bekeverve, mint amennyire nekem szükségem lenne, úgyhogy átrakom a létrát a másik oldalra, és megmutatom a másik oldalról a folyamatot. Hát, minden jobban fogjátok látni. Van ez a jó kis szerkezet, amit a létre tetejére. És akkor is tudok ráülni. Na. Hát régebben is az volt a módja, hogy így megkenték az oldalát. Így haladtak fölfele, a habarcsozással. Voltak régi szakik, akik ezt nagyon szépen tudták csinálni. És akkor utána jöttek itt fölfele a kúpoknak a oldalán, átkenték egészen a másik oldaláig, így. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ez az anyag, és majd vissza fogunk rátérni. Majd megnézzük, ha eltellik a tél, hogy milyen lett ez az anyag, hogy bírta a telet, és akkor utána újra megmutatom nektek egy videóba, hogy mi történt az anyaggal. Itt most nekem nem az a cél, hogy maradéktalanul ezt itt megcsináljam és elhasználjam az anyagot, egy kicsit akarok hagyni a vödörbe, hogy tudjak csinálni egy ilyen tesztlapot, majd hogy később, ha visszatérünk a videóba, egy másik videóba visszatérünk, akkor meg tudjuk nézni, hogy milyen lett az anyag, mikor jó megkötött benne a adalékanyag és a cement. Viszont ahhoz, hogy ezt a teszt videót meg tudjam nektek mutatni, az viszont mindenféleképpen ezt el kellett végeznem, ezt a munkát, hogy itt kint a helyszínen is, hogy ez működik-e. Mi máson lehetne a legjobban tesztelni egyébként, mint egy tetőcserépen. Ez lábazati festékkel le lett korábban festve, ezt is már egy pár éve őrzöm. És itt a hátulján meg akkor ezt a habarcsot fogom tesztelni. Hogy milyen lesz. Csak így porosan, ahogy van. Semmi ne legyen benne. Semmilyen különlegesség. Így ellapítom. Kicsit megpróbálom ilyen szögletesre zárni. Megpróbálom azért, hogy egy ilyen 2-3 centi vastag legyen a lap, majd mikor ezt innen egyszer levágom. És akkor így ki fog derülni az is, hogyha esetleg el akar törni, vagy ha be akar repedezni ez az anyag, hogy milyen lesz. Ebből akkor lesz egy ilyen tesztlap. Ezt majd egyszer innen szépen le fogom fűrészelni. Vidiás fűrészsel levágom róla, megnézem, hogy kötött oda hozzá. És akkor még ráadásul, most már éjszaka fagyok vannak, úgyhogy itt kint fogom hagyni a
kültéren, hogy hagyj száradjon. Úgyhogy itt is hagyom az asztalon. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Köszönöm szépen, itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Sziasztok! Egyébként nagyon jó kezelhető az anyag. Nem csöpög, nem folyik, nem engedi ki a vizet. Szépen is be lehet simítani egy kis pakli segítségével. Úgyhogy nekem tetszik ez az anyag így első nekifutásra. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz időálló, de szerintem az lesz. Addig is, ha nem bírjátok kivárni ezt az időt, akkor csináljátok addig magatoknak ilyen anyagot, és akkor magatok is tudjátok tesztelni, hogy mennyire megbízható anyagról van szó. Tudom, hogy ez egy visszatérő probléma az, hogy megcsinálják a tetőn ezt a kúpozást vagy habarcsodást, és egy pár év elteltével már lehet látni, hogy az idő elkezdi rongálni, mozognak a cserepek, újra kireped, újra elkezd kipotyogni, és újra jön a feladat, hogy foglalkozni kell vele, mert megint szétesik a tető, ha nincsen megcsinálva. Úgyhogy az állag megóvás érdekében, és azért, hogy kimenjen már a gondolat a fejemből, hogy teszteljem le ezt az anyagot. Úgyhogy nagyon örülök, hogyha itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!